Tele van az internet tetveket bemutató kisfilmekkel. Ha ilyen apró rovarra vagy annak lárváira bukkan a szülő a gyerek fejét átvizsgálva, akkor bizony szembe kell néznie a ténnyel, tetves a gyerek. Ezt a betegséget közösségben könnyedén össze lehet szedni, miközben a gyermekek együtt játszanak, használják egymás fésűjét, felpróbálják egymás sapkáját. A fejtetű időközönként felbukkan az oktatási intézményekben, annál is inkább, mivel a gyerek továbbra is járhat közösségbe, nem lehet onnan kitiltani a fejtetve miatt. Tehát ez a dolog nem szerepel a fertőző betegség között, azaz, urambocsá egyébként akár kitiltható lenne, de egy ANTS szállásfoglalás alapján azok a gyerekek, akiknek tetvük van, hajtetűjük van, azok nem tilthatók ki a gyermekközösségből. Hanem az első észlelőnek legyen ez szülő, legyen ez védőnő vagy orvos, el kell kezdeni kezelni, és miután a mai rendelkezésre álló kezelések igen hatékonyak, ezért 2 nap alatt a gyereket tünetmentessé lehet tenni. 2 nap. A gyerekorvos szerint az a legnagyobb baj, hogy a szülő kezébe adják a döntést, viszi-e így a gyerekét közösségbe, avagy sem. Noha, azt a gyermekorvosnak kellene eldöntenie véleménye szerint, csak úgy, mint a többi fertőző betegségek esetében. Így könnyedén elterjedhet a tetű a csoportban. Ezt elégelte meg néhány szekszárdi szülő, miután megtudták, hogy gyermekük óvodai csoportjában megjelentek a vérszívók, és az érintett gyermek továbbra is jár óvodába, mivel az intézmény vezetője senkit nem tilthat ki ez miatt a közösségből. Néhány gyermek édesanyja jelezte felém, hogy az ő óvodájukban, illetve az ő csoportjukban fejtetű van, és ők szeretnék ez ideig, amíg az ott biztosan meg nem szűnik ez a betegség, szeretnék addig otthon tartani a gyermeküket. Beszéltem, fölvettem a kapcsolatot az óvoda igazgatónőjével, aki ezt a dolgot megerősítette. Azt is, hogy a védőnő, illetve az óvoda orvosa is elkezdték a gyerekeknek a betegségének a szanálását. Az érintett szekszárdi óvodában minden évben felüti a fejét a betegség, és 4-5 gyerekről derül ki, hogy fertőzött. A gyerekorvos kiemelte, bárki megfertőződhet, piszkos és tiszta hajban egyaránt előfordulhat az élősködő. Megkapni nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni, és ezzel a közösséget veszélyeztetni felelőtlenség. Az ANTS néhány évvel ezelőtti adata szerint az óvodások 1,3%-a, az iskolások 1,7%-a fertőződik meg a betegséggel. Ez a szám évek óta nem csökken.